A 2000 hektáron gazdálkodó Csárdaszállási Agrár ZRT-nél áru- és vetőmag kukoricát is termesztenek, ami során a hosszú hatástartalmú, szelektív rovarölőszert, a koragent alkalmazzák. Nagyon jól beilleszkedett a virágzás címerezés időszakában az ott zajló munkálatokban, mivel rugalmas készítményről van szó, tehát a permetlé beszáradását követően néhány órával már lehet folytatni a munkákat. A koragent 2 éve a vetőmag előállítás mellett az árukukoricában is alkalmazzák a kukoricamoly ellen. 2019-ben ráadásul már a teljes területen 2 kezeléssel védték meg hatékonyan a kultúrnövényt. A második kezelést a moly második nemzedékéhez próbáltuk igazítani, szintén csapdázás alapján, illetve akkoriban már gyapottó bagolylepke rajzás is megfigyelhető volt, így a 2 kártevő egyszerre kapta meg ezt a kezelést. Egyelőre azt gondolom, hogy ígéretesnek tűnik a kukorica idén is, mint tavaly, és remélem, hogy hasonlóan ilyen 14 tonna körüli termés átlaggal fogjuk betakarítani.